kreativitás nem művészi hajlam kérdése. Nem úri hunzurtság, hanem az emberi élet minőségének alapvető tényezője. Egy jól működő társadalomnak kreatív megoldásokra van szüksége az élet minden területén. Kreativitás nélkül az emberek megijednek az alapvető versenyhelyzetektől, és agresszívek lesznek. A krétakör feladata az, hogy hozzásegítse az embereket ahhoz, hogy felfedezzék saját kreativitásukat. Megmutatjuk neked, hogyan dolgozunk. Hogy el tud dönteni, hozzájárulsz-e adód 1%-ával ahhoz, hogy jövőre is tehessünk azért, hogy Magyarországon az emberek minőségi életet éljenek. Hamlet, nagyon megsértetted apádat. Anyám, nagyon megsértetted apádat. Ne beszélj velem ilyen nyegle hangon. Ne beszélj velem ilyen gonosz hangon. Hamlet, mi van veled? Miről van szó? Elfelejtetted már, hogy ki vagyok? Ön a királyné férje, öccse felesége, így bár nem volna így az én anyám. Jó, hívom azt, aki szót ér feled. Nem mozdul innen, csak üljön le. Te mit akarsz? Csak nem akarsz megölni, segítség. Mi van? Segítség! Bakker, miben, hogy eltalálom? Jaj, meg vagyok ölve. A színház egy fórum, ahol közvetlenül szólíthatjuk meg egymást. Kérdéseket kaphatunk, illetve kérdéseket fogalmazhatunk meg mi magunk is. Azok a fiatalok, akiknek megadjuk a szabad kérdezés lehetőségét, azok bátran mernek majd kérdezni, kommunikálni felnőtt emberként is. Erre jó a drámapedagógia. Edith, ne haragudj! Én nem értek azzal egyet, hogy te ebben a vitában részt vegyél. Te nem hozhatsz döntést ennek a gyereknek a sorsáról, mert érintett vagy. Ide figyelj, Lilla, az a gyerek felvett engem a tanári WC-n, ahogy a dolgomat végzem, és feltett az internetre. És én nem dönthetek a sorsáról. Hát szerintem ki kell rúgni a francba. Edith, azért maradtunk itt a tanítás után a kollégákkal, hogy megbeszéljük ezt a dolgot szakmai alapon, nem pedig érzelmi alapon. Kollégák, mit gondoltok? Mi van, hogyha egy példás tanulónkról van szó? Nem hiszem, hogy ebben az állapotban azért a megfelelő, hogyha te döntenél a gyerek sorsáról. Hát épp ez az, még azt se tudjuk, hogy kiről van szó. Nem lehet valaki csak úgy kirúgni. Nem csak. A Krétakör média műhelyének a tevékenysége, hogy a Krétakör grafikai és vizuális arculatát gondozza, valamint hogy a tevékenységét dokumentálja online, offline, álló és mozgóképes formában egyaránt. A dokumentáció költséges dolog, mégis fontos, mert így eljuthatnak a munkáink azokhoz is, akik élőben nem vehettek rajtunk részt. De most már erről nem fogok tudni többet beszélni, mert ezt a klippet és ennek a verkfilmjét is mi forgatjuk, de hogyha érdekel titeket bővebben, hogy mit csinál a média műhely, akkor megnézhetitek a Behance portfóliónkat, ahol elérhetőek az elmúlt időszak média műhelyes munkái. Bár 2010-ben több mint 4,5 millióan fizettek személyi jövedelemadót az országban, ennek ellenére befizetéseik 1%-áról kevesebb mint 3 millióan rendelkeztek. Ezzel több mint 6,5 milliárd forint maradt kihasználatlan a rendszerben. A Krétakör 2011-es éves működési költségének kevesebb mint 1/1000-ét fedezték a korábban nekünk tett felajánlások. Ha idén csak a Facebook lájkolóink számával megegyező felajánlást tudnánk begyűjteni, az a 2013-ban az éves működési költségünk több mint 10%-át tudnánk biztosítani. Ha te is egy tudás és kreativitás alapú társadalomban szeretnél élni, és esélyt adnál másoknak is arra, hogy ennek a társadalomnak az aktív és kezdeményező tagjaivá váljanak, úgy arra kérünk, hogy add nekünk azt a bizonyos 1%-ot, hogy jövőre még több kreatív közösségi játékos legyen az országnak. Csak az az, ahol éppen, csak az az, ahol éppen, csak az az.